már készíti az eszély a bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Legkésőbb március 15-éig minden érintett számára elérhető lesz a dokumentum. Erről beszélgettünk a NAV baranyai sajtóreferensével Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina elmondta, hogy az adóhivatal a kifizetőktől, munkáltatóktól kapott adatszolgáltatások alapján készíti el a bevallási tervezetet. Így az adózóknak nem is kell megküldeniük semmilyen igazolást a különböző kedvezményekről. Legegyszerűbben a NAV honlapján, az ESZIA oldalon érhető el a dokumentum. Akinek nincs ügyfélkapus vagy egyéb elektronikai elérési lehetősége, ő papír alapon is kérhetik ezt a tervezetet, kinyomtatva, például levélben, vagy SMS-ben, vagy telefonon, vagy bármelyik ügyfélszolgálaton március 16-áig. Ezt követően pedig csak a személyes megjelenéssel az ügyfélszolgálatokon lehet kérni magának a tervezetnek a kinyomtatott verzióját. A tervezetet mindenképpen egyeztetni kell az adózó saját dokumentumaival. Amennyiben az adatok helyesen szerepelnek, úgy nem kell sem módosítani, sem kiegészíteni a tervezetet. Így abból legkésőbb május 20-án bevallás lesz. Csak akkor kell kiegészíteni vagy módosítani a dokumentumot, ha az adózónak abban nem szereplő jövedelme is volt, vagy olyan kedvezménye, amit évközben nem vett igénybe. A kedvezményekhez kapcsolódva Barlai Krisztina elmondta, hogy február 15-éig a legtöbben már megkapták az adó visszatérítés összegét. Akinél ez nem, vagy csak részben történt meg, a tervezetben még igényelheti az összeget. Abban az esetben, hogyha az adózó nem azt az összeget kapja meg, amire számított, egyeztesse a saját dokumentumait, és hogyha eltérést talál, akkor még a saját bevallásában vagy bevallási tervezetében tudja érvényesíteni ezt a különbözetet, ezt az adóalap különbözetet, és akkor tudja érvényesíteni ezt a személyi jövedelemadó visszatérítés kedvezményét is, vagy összegét is. Az adó visszatérítéshez egyébként háromféleképpen juthatnak hozzá az adózók. Ezzel és a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos kérdések esetén is rendelkezésre állnak a NAV munkatársai telefonon vagy személyesen.